A válogatott találkozói miatt az elmúlt hétvégén nem rendeztek fordulót a magyar bajnokságban, a Spari szakmai stábja kihasználta az időt, és napi 2-3 edzést tartott a labdarúgóknak, illetve fizikai felmérésen vettek részt a játékosok, a napokban megérkeztek az eredmények. Sok játékosnál javulás tapasztalható, úgy látszik a 3 hónapos elvégzett munka az lassan kezd beérni. Egyre jobban néznek ki azok a játékosaink, mint például Daru Bence, aki ugye 6 hetes kihagyásból érkezett hozzánk, és most egy 2-3 hónap alatt szépen úgy látszik, hogy kezdi utolérni magát. Rezes Lacinál nagy javulás látható, de sorolhatnám szinte az egész keretet, így a fiataljainkat is, a kulcsárhunat vagy a végső elődöt. Biztatóak az eredmények, reméljük, hogy így marad továbbra is. Vasárnap már újabb bajnokit játszik a csapat a Siófok ellen. A két együttes 19. alkalommal találkozik egymással. 10-szer az élvonalban, 8-szer az NB2-ben mérkőzött meg a két gárda. A házigazda nem kezdte jól az idényt, és a bajnoki szünet előtt edzőt váltottak. Egy masszívan védekező csapat. Úgy készülünk, hogy fölállt védelem ellen fogunk játszani. Ilyen edzés gyakorlatokat végeztünk a csapattal. Remélhetőleg, hogy ezeket tudjuk majd kamatoztatni, és meg fogjuk tudni bontani a Siófokot. Kontra játékot játszanak, masszívan védekeznek, abból próbálnak támadásukat építeni. Ezekkel teltek az elmúlt napjaink, ezekre próbáltunk fölkészülni. A Sparinál Tóth Ádám sérüléssel bajlódik, rá nem számíthat a szakmai stáb vasárnap. A csapat már szombaton elutazik és Székesfehérváron tölti az éjszakát. A jövő hét végén a Magyar Kupában is megkezdődnek a küzdelmek, a Nyíregyháza Nyírbátorban játszik 22-én 12 órától. Mivel a találkozót országos sportcsatorna is közvetíti, ezért került délre a kezdési időpont. A meccs pikantériáját az adja, hogy a bátoriakkal nagyon jó a viszonya a Sparinak. Az NB3-as csapat játékosai közül sokan a Spartakusznál nevelkedtek, vagy játszottak az együttesben.